Sziasztok, ez itt a Belemenés a Handball Expert kézilabda oldal podcast. Engem Víg Martinnak hívnak, ma Eperjesi Tibor és Sellei Zoltán van itt velünk az alapcsapatból, és mivel Svédország elleni mérkőzés után jelentkezünk, itt van velünk egy igazi skandináv specialist, Orvos András, a Dániel Sport szerzője. Szia András, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Sziasztok, én köszönöm a meghívást. És akkor ugye arról a meccsről fogunk beszélni, amelyen a magyar válogatott bejutott a legjobb 8 közé a tokiói olimpián, 26-23-ra sikerült felülmúlni Svédországot. És hát itt azért kezd el uralkodni a hurrá hangulat mindenkin, rajtunk, vagy minket kivéve, de majd nyilván erről beszélünk részletesebben, de ti hogy reagáltatok a továbbjutás tényére, így rögtön a meccs lefújása után? Hát akkor kezdem én. Hát én örültem természetesen, mert azért Csaba jutottunk legyen nyolkozni, viszont olyan szempontból igazából érdektelen volt, hogy mi voltunk az esélyesek, a fogadóirodás szerint is, ugye a svédek azoknak már lényegtelen volt ilyen szempontból, mert már ugye csoport elsők voltak, és hoztak a kötelezőt, ami engem kicsit zavar, de erről nyilván később beszélünk, az a hihetetlen hurra optimizmus, ami most jellemzi az egész válogatottat, illetve a szurkolókat, ugye, hogy eddig Ele Gábor volt a kókler, Ele Gábor volt a nemzet ellensége, most Ele Gábor az Isten, és egyébként is olimpiai döntőt játszunk, és minden rendben van. Szóval ebből a szempontból nekem kicsit zavar ez a közeg, úgymond. De annak természetesen örülünk, hogy bejutottunk a legjobb 8 közé, azért az első 4-3 meccs után ugye nem sokat tettünk volna erre rá, ráadásul olyan csapatokat előztük meg, akiket ugye meg se vertünk talán, ha jól tudom, de a legjobbkor hoztuk a legjobbat, és így ott vagyunk, úgyhogy én nagyon örülök, de azért rengeteg kérdőjel van még a fejünkben, úgyhogy erről később beszélünk úgyis. Hát azért sokat fordult a világ az elmúlt 4 napban, én azt gondolom, és ebben igazad van, Zoli, hogy hát elég csúnya kommenteket láttunk az első 3 meccs után. Ugye én a legutóbbi podcastban nem szerepeltem, azért itt az olimpián 12 csapat között vagyunk, és nem feltétlenül gondoltam volna ezt a világesemény előtt és közben sem, hogy mi a világon a legjobb 12 csapat között vagyunk jelenleg ebben az átalakulóban lévő válogatottal. Ahhoz képest én azt gondolom, hogy akár elmondhatjuk, hogy van egy 180 fokos fordulat a teljesítményben, mondjuk el emellé azt, hogy talán a spanyolok nem életük formáját fogták ki tegnap előtt, illetve én azt gondolom, hogy ez a svéd B-nek becézett csapat sem a, hogy mondjam, tehát a legjobb, a legélesebb kés volt ma a fiókban. De annak ellenére azért látni kell azt, hogy bizonyos események, amik a válogatott körül történtek, milyen pozitív fejleménnyel bírtak. Én például, és ne kövezzetek meg ezért, talán a Kovacsics Anikó és a Zita sérülése talán még pozitívan is érintette a válogatottat. Több szerepet kaptak azok a fiatalok, például a mai napon a Fanni például, vagy esetleg a Vámos, akik abszolút éltek a bizalommal, illetve Márton Gréta, aki az elején kevesebb időt töltött a pályán, amióta viszont megkapta a lehetőséget, azóta talán egy zicsert harrontott utóbbi 2 meccsen. Tehát ezek nagyon fontos paraméterei ennek a változásnak. Hát abszolút, én teljesen abszolút boldog vagyok, hiszen itt kint Dániában azért jó érzés azt mondani, hogy elmész a emberek közé, vagy a dánok közé, és azt mondom, hogy jó, hát mi még játszunk meccseket, vagy a kézilabda a szakákban, úgyhogy ugye hát én követem, hogy ez a svéd, dán és a norvég kézilabdát is folyamatosan, viszont abban azt láttam, hogy ez a svéd csapat tényleg abszolút mindent megtett arra, hogy a következő napokra hogy frissek legyenek, és variáltak is ugye itt a összeállításokon, vagy itt a játékban is, úgyhogy De szerintem nem kell elvenni az örömünket, örülni kell, ott vagyunk, hogy aztán ebből hogy fogunk kijönni a norvégok ellen, vagy hogy a következő a jövőben mennyire, milyen pozitív hatása lesz ennek, arra azért kíváncsi leszek. Most picit passzolnám is rögtön vissza hozzád a labdát, András, mert ugye említetted, hogy folyamatosan követed a skandináv ligákat. Picit felvázolnád nekünk, hogy szerinted miben jobb ez a mostani svéd válogatott, mint még az elmúlt években, mert itt az olimpiai esélylatolgatásoknál azért azt lehetett hallani, hogy
bár sokan említették, hogy jók lehetnek a svédek, de azért erre a szereplésre, mintha nem igazán számított volna a kézilabdás közvélemény, és mégis a svéd válogatott csoport elsőként megy tovább. Hát igen, ugye a Gulden ugye visszavonult a svédektől, tehát ő még 2020-es olimpián lett volna, de ő most már a válogatottságtól visszavonult, úgyhogy most ez ő már nem volt. Azért azt jól megoldották itt a Strömgårdal, hogy eddig ezt a középső irányító posztot. Illetve szerintem ugye nincsenek sztárjaik, ugye a Bálos, a Lindblom, az megy a Blom, megy az Etohoz nyártól, szerintem ő világklasszis, ő vele nagyon jól jártak. Ugye azt is írtam, hogy hát ő már régen ott volt a jófogás.hu, szóval ő egy abszolút egy jó játékos. És de hát ugye, hát ő most nem játszott, és ez szerintem abszolút látszik a svéd válogatottnak a abszolút meghatározó játékos a védekezésbe is, támadásba is. Ugye hát 16-ot lőtt be, tehát nem hibázott lövést. Úgyhogy ugye meg úgy azt a svéd válogatott a sok játékos, akit játszik Dániában, szerintem majd mindenki megfordult. Tehát, hogy, és amikor voltak percek, nem tudom, percek, hiszen 10-15 percek, vagy 20 percek is játszott úgy a válogatott, hogy a dán alsóbb ligás csapatok ellen bőjött játékosokkal vette fel a harcot. Tehát, hogy a Carlsen, aki ugye Stromazsákkal játszik, a Holstebro játékosa, a Petrén, a Holstebroval majdnem kiesett, ugye a Randersból ott az izlandi nevezetű lány, a Horst Telsdóftir, vagy hogy is mondják a nevét. Szóval ugye, hát azt nem is kell mondanom, hogy mondjuk ha a svéd bajnokságban, figyeljetek a svéd bajnokságot, az első kettő mondjuk, vagy a bajnok, néha szokott játszani a bajnok ligáját is, de azt tudni kell, hogy onnan igazolnak a dán alsóbb ligás csapatokhoz. Tehát ha azt veszük, sokáig a magyar válogatottnak a dán bajnokság alsóházába kellett felvenni a versenyt. Hogyha így bemutatom egy kicsit. Igen, egyébként még ami érdekes ennek kapcsán, vagy hát a svéd csapatnak a felkészülése kapcsán, ugye, hogy itt Magyarországon elég nagy visszhangot kapott az, hogy ugye folyamatosan látjuk, hogy a szövetségi kapitány, ugye Thomas Exner fülhallgatón kommunikál a stáb többi tagjával, illetve azokkal, akik a lelátón ülnek, és ugye ezt korábban a norvég férfi válogatottól is láthattuk már akár a januári egyiptomi világbajnokságon, és hogy mennyire érdekes az, hogy még azért itt Magyarországon gyakorlatilag ugye mindig azon szoktunk nevetni, hogy valamelyik cserejátékos, ugye többször Márton Gréti írta a statisztikát, meg utána Helen Bajfanni. Ezzel szemben mondjuk azért itt akár több tízfős stábok is dolgoznak, és hogy mennyire más a szemléletmód, hogy itt Magyarországon úgy tűnik, hogy mindent egy-két személy akar megoldani, még azért a világ másik részén egy picit a munka megosztásban hisznek jobban. Igen. Igen, de ez kialakul egy ilyen rendszer, vagy kialakul egy, ez nem csak a kézilabdában így, tehát ez a munkahelyen is így van. Tehát, hogy nem mindig hoz egy cégvezető mindig ő döntést, tehát hogy meghallgatja a többi munkatársát is, tehát ez az élet több terület is így van. Tehát, most de Magyarországon lehet, hogy ez a bevett szokás, ezt, úgyhogy igen, hát azt tudni kell, hogy a svédekből sok játékos nyilván nem játszik otthon, egy pár játékos, tehát ők külföldről jönnek, szerintem muszáj nekik mindent kihasználni azért, hogy egy kicsit előrébb kerüljenek a rangsorba a többi válogatottal szembe. Úgyhogy, hát igen, ez a... De szerintem a dánok és a norvégok is persze, mindent ki kell használni. És egyébként, hogyha magáról a konkrét meccsről beszélünk, a magyar válogatott teljesítményben miben láttok mondjuk előrelépést, akár egyébként ide a spanyol meccset is ide vehetjük. Talán ott a védekezés picit koncepció szinten is jobban működött, hogy ezekkel a magasabban kilépkedő kettesekkel főként, akik azért a spanyol labdajáratásnak a tempóját meg tudták akasztani. Itt pedig ugye hát ki kell emelni mindkét meccsen Bíró Blankát, aki rengeteg zicsert hárított, szóval picit talán a kapus teljesítményben lehet, vagy a védekezésben történt előrelépés. A támadó játék
Nekem olyan nagyon nagy problémáim egyébként nem voltak az első három meccsen sem, tehát én ott azt láttam, hogy úgy nagyjából megvannak a figuráink, az más kérdés, hogy ebbe gyakran hiba csúszik, tehát ott talán kevesebb javulásra volt szükség, még hátul azért nagyon-nagyon komoly előrelépésre. Igazad van, Martin, a hátsó szekciónál szembetűnő volt a változás, ha már csak a kapott gólokat, illetve azoknak a számát is nézzük, az így a az utolsó két meccse azért jóval kevesebb lett, mint amit láttunk előtte. Kevesebb volt a bekapott lerohanásos gól, amikor leindítanak bennünket. Talán igazából kapuból is többet kapott a csapat. Valószínűleg ez annak a következménye, hogy a fal is egy kicsit jobban végezte a dolgát, a blokkok jobban jöttek, meg tudtuk fogni azokat a játékelemeket, amiket az ellenfelünk játszott. Emellett viszont sajnálatos, hogy az eladott labdáknak a száma az nem esett vissza egyébként az utolsó két meccse sem, ahogy mondtátok, vagy ahogy mondtad, Martin, ugyanúgy ezeket a labdaeldobálásokat, ellépjük, technikai hibák, ezek későbbiekben. Én azt gondolom, hogy ha majd a válogatottól egy komolyabb szereplést várunk, akkor ezek már ennyi, ilyen számban nem fognak beleférni. Ellenben viszont a mai meccs tanulsága, és illetve a spanyol alapján is, én azt gondolom, hogy a Márton Gréta, mint szélső, abszolút már az első meccstől fogva elképzelhető, hogy kezdőnek is a pályán kellett volna, hogy legyen. A másik oldalt én azt gondolom, Bica az ilyen nagyon hullámzásban volt, voltak jobb periódusai, akár meccsen belül, akár rosszabbak is. Én továbbra is a beállós játéknak az óriási hiányát felrónám a válogatottnak. Jó, nyilvánvalóan, hogyha nemzetközi szintű klasszisod nincs a poszton, akkor valószínűleg nem ez a fő játékelem, amit fogsz játszani, de hogy egyáltalán ne játszd, hogy egyáltalán feladd azt a pozíciót, az a mai kézilabdában már egész egyszerűen elképzelhetetlen. Igen, egyébként ezt, amit te mondasz, a Szele Gábor, ugye úgy fogalmaztam, hogy egy időkérés van, hogy annyira vakok vagyunk a beállóra, hogy azt rossz nézni. Tehát ugye ennek most már van egy ilyen szállógévé emelhető megfogalmazása. Zoli, te hogy láttad, miben javultunk? Hú, én pont ezt akartam mondani, hogy nagyon nem értünk egyet. Én védekezőben megmondom, hogy semmilyen javulást nem látok. Attól eltekintve, hogy ugye Bíró Blanka világklasszison védett a spanyolok ellen, és most is, ami például hiányzott mondjuk az oroszok ellen, ahol ugye nem tudott hozzátenni, de a védekezésben én nem nagyon látok igazából óriási javulást, annyi, hogy két gyengébb ellenféle játszottunk. Szerintem ez a javulás oka, úgymond, aki, és vagy meg lehet nézni a norvégokat, hogy ott milyen védekezést produkálunk. Tehát az én bajom egyébként főleg a védekezésben, egyrészt a jobb kettőben egyszerűen azt láttam ma is, hogy tök mindegy kit teszünk oda, egyszerűen nincs láb, nincs szúrá, vagy kifejezés, szarrá verik lábbal, akárki volt ott. Tehát volt ott ugye, nyilván Katriról ilyen szempontból nem is érdemes beszélni szegény, mert ugye nem védekezés specialista, de volt ott a Kisniki, őt is szarrá verték, aztán ott volt a Háfra, aki egyébként jobb védekezés közé tartozik, és őt is agyonverték lábbal. Az más kérdés, mondom, hogy a nem tudom végül is hány védése fejezte be Bíró Blanka, de hát ez világklasszis is volt, mert ugye főleg zicsereket kapott. Azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy, és amiről beszéltünk már korábban, hogy ugye nyilvánvalóan az segít egy csapat védekezésén, hogyha nem olyan jó ellenfelek vannak, mint például ma, és ez nem lesajnálva, vagy ilyesmi, de hát nyilvánvalóan azért azt látni lehetett, hogy a svéd válogatott fő taktikája, ugye gyors lerohanás, vagy gyors középkezdésből, ez a tipikus tempó handball volt, felállfelen ők sem tudtak olyan jót tenni, ez azért egy pozitívum, de én óriási fejlődést nem láttam, és ami a támadó játékot illeti, hát az, amit beszéltünk, ugye, hát a beállójáték nincs, tehát én szerintem az egyetlen válogatott vagyunk a világon, amelyek nincs beállójátéka, és ez szerintem nem elég magyarázat arra, hogy hát nincsenek jobb beállósaink. Más csapatoknak sincs sokkal jobb beállósai szerintem, de mégis jobban megjátszák őket, vagy olyan alaptaktikát használnak, vagy vesznek elő, amelyben a beállónak olyan szerepe van, amely lehet, hogy nem olyan látványos például, nem annyi gólt lőnek, de segítek az zárásban, helyezkedésben, erről is már beszélgettünk. És egyébként én azt gondolom, hogy támadó játékunk sematikus, én nem láttam semmi újdonságot az elmúlt meccsekhez képest, tehát nyilvánvalóan új, teljesen új játékelmeket nem fognak ezek a játékosok tanulni, hiszen ugye mérkőzés, edzés, lépnulva vannak, és még pihenniük is kellene, szóval én úgy gondolom, hogy itt még azért lenne lehetőség, és ami fontos szerintem, és ugye beszéltek, ugye, hogy a fiatalok, és ugye itt a Márton Gréta szerepe az abszolút kimagaslik szerintem, és hát
az már megint egy lehet, hogy rosszkor kritizálunk megint ismételten, de hát ugye, hogy el kell gondolkodni azon, hogy a Vámos Petra mennyit játszott volna, hogyha a Szucsánszki Zita és a Kovacsanyikó nem sérül meg. Holott most ugye az egyik legjobb belső posztos játékosunk. Az meg, bocsánat, még annyit is, az pedig egészen hihetetlen, és erről már beszélgettünk, hogy jobb átlövőben. Tehát, hogy a beálló posztot feladjuk, akkor azt kell mondjuk, a jobb átlövő posztot is feladjuk. Tehát az, hogy a nem a leggyorsabb, fogalmazunk így, Tomor Zsuzsi a legjobb jobb átlövőnk, holott van két balkezesünk ott, ez mindent el is mond az egészről egyébként. Még csak annyira akartam visszakérdezni, vagy visszadobni a labdát hozzád, ugye, hogy neked a beálló játék, ezt így el is mondta többször, egy picit így veszőparipád, hogy te hogy látod ezt a kérdést, mert nekem is abszolút az a véleményem, ami neked, hogy oké, hogy lehet ezzel takarózni, hogy nincsen lőkék, meg nem tudom, nincsen Makajevánk, meg lehetne sorolni egy-két jó beállót, meg Blomunk, de azért vannak még olyan csapatok, akiknek szintén nincsenek, és mégsem teljesen lyukas ez a poszt. Tehát itt azért valami többről van szó, mert szerintem annyira meg nem rosszak ezek a játékosok, tehát mondjuk a Bordás Réka, a Hellenbay Fanni, vagy korábban ugye a Tóvízi Petra. Jó, hát a Kisfaludi az egy más kérdés, de hogy azért ezek nem annyira nagyon rossz játékosok, és ha visszaemlékeztek egyébként, ugye 2018-ban az EB-n, mikor ugye azzal a szerepléssel vagyunk most tulajdonképpen itt, ugye az ért selejtezős helyet. Azon az Európa-bajnokságon például kifejezetten korrekt beálló játékunk volt, igaz, Szabó Laurával, aki talán most nincs olyan állapotban, hogy szóba kerülhessen a válogatottnál, de hogy azért Kim Rasmussennél itt volt egyfajta beálló játékunk, ami teljesen eltűnt. Igen, az én véleményem az egyébként ez, hogy akármennyi is úgy gondolom, hogy Kisfolydalat nem a legjobb, nincs a legjobb magyar beállósok között, attól függetlenül nyilván nem mondom azt, hogy ő egy teljesen jelentéktelen vagy fogalmatlan beálló játékos, és a többiekre is ugye az érvényes egyébként. A legnagyobb kritikai természetesen sajnos úgymond Elek Gábor irányában megy, aki most lehet vitatkozni, hogy jó edző vagy rossz edző, ezt mindenki ugye döntse a magának szerintem, de hogy a beálló játék nem az erőssége, azt szerintem vitán kívül áll, és szerintem ez is lehetséges, hát ugye ott meg kell nézni, mikor a német válogatottban Benkét, aki szerintem ott is jobban használva van úgymond, mint mondjuk a Ferencvárosban is, ugye tényleg jó, és az összes többi beálló is így van, hogy tehát lehetne olyan feladatokat, részfeladatokat adni, amelyben ők segítik a játékot, de én egyszerűen úgy látom, hogy a beálló játék, tehát vannak olyan edzők, akik azt mondják, hogy jó, te állj oda, te állj ide, mert ez a beállónak a feladata, meg igazából betesznek lövőket beállóban, mert nem érzékelik, hogy ez mennyire fontos pozíció, és vannak azok az edzők, akik viszont teljesen tudatosan beépítik ezeket a játékosokat, megmondják, hogy na ennél játékjelnék, te a 2-3-as között ide-oda zársz, vagy ha elindul a húzás, akkor befutsz a kilépő 3-as mögé, vagy és a többi, és a többi, és ezt én nem látom, hogy ezt mi nagyon tudatosan használnánk, és nem látom bele természetesen, hogy mennyire nagy a mozgástérük a beállósoknak, lehet, hogy neki kell valami tényleg redukálva az egész szerepük, hogy na hát, ha üres hely van, akkor mozogj oda, vagy nem tudom, de ez tényleg úgy látszik, hogy ebben a világtól, de nem is a világtól, hanem hogy mindenkitől nagyon távol vagyunk szerintem. Ha megnéztek, adhok jellegűen kapnak a beállóink labdát, amikor teljesen üresen vannak, és ugye, mint ahogy ma is hallottuk, még akkor sem veszik vissza őket, ami szerintem óriási gond, mert hát egy nagyon fontos pozícióról beszélünk. Igen. Úr, ugye a másik részpont, amit említettél, ugye Kluivert Katrin, az ő szerepéről mit gondoltok? Sirigyen? Nem akartam én kezdeni. Hát, hogyha véleményezhetem, igazából én úgy gondolom, hogy szerintem, mint hogy a ész nélkül, ahogy megy, és ellövi, és ezek a lövések bejönnek, de hát messze vagyunk mi még a klasszis jobb átlövőktől, tehát hogy ugye az pont itt az nekem itt az a hogy bent vagyunk olyan 8-ba, ez szuper, meg de ha végignézem én itt az utóbbi 4 világversenyt, EB-t, VB-ket, hát mi a svédeket sosem előztük meg, igazából csak decemberben, ugye ugyan utóbbi 4 EBVB, vagy a 2 EB és VB, mindig a svédeket egyszer előztük meg, az decemberben volt, ők mi 10-ek lennünk, ők 11-ek, de folyamatosan a svédek voltak 7-ek, VB-n 4-ek, VB-n
hatodikak EB-n 2018-ban. Tehát, hogy szerintem ugye ez a svéd csapat, én úgy gondolom, hogy ez egy masszív csapat volt, és annélkül, hogy nekik se volt úgy jobb átlövőjük, bár mondjuk a Kopenhágában játszik egy játékos, ez a Hanna Blomstad nevű játékos, nem tudom, miért nem vitték ki, ez meg azt szerintem egész jó játékos a ligába, de hát gondolom a svéd fiatalba bízott. De az, hogy Kluivert például, hogy hova tenném én mondjuk a Dán ligában, nem tudom, hogy a Dán csapatokhoz hol tudnám, nem egy klasszikus átlövő, vagy nem tudom, tehát hogy megy és a végén ellövi. Én nem tudom meg, hát ugye védekezni nem tud, ez nagy hátrány. Tehát, hogy ugye cserélni kell, mindig arra kell alakítani a taktikát, hogy esetleg hogy mikor lehet cserélni. Ez évek óta a probléma, ez amúgy szerintem sokszor még emlékszem, hogy a Radulőcsinál is ez volt, hogy ugye mindig cserélni kellett. Tehát, hogy, szóval, hogy ez ugye lehet, hogy megint ez a magyar képzésnek egyik hibája, hogy nincs olyan jobb átlövünk, aki esetleg tud védekezni. És hát, hogy a Kisniki tudna, de hát ő meg nem támadásban nem az. Igen, bocsánat, itt közbe kell szólnom egy picit, hogy ez szerintem azért is egy picit önállítás, mikor azt mondjuk, hogy a Kluivert Katrin azért nem tud kettest védekezni, mert hát nézzük meg, hogy milyen kis vékony, meg mennyire alacsony, mert ott van az Anna Vjahirjával nevezetű játékos az orosz válogatottban, aki hát szintén nem egy égi veszelő, és nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, 20-30 kilóval izmosabb, mint a Kluivert, és mégis azért nem világklasszis kettesvédő, de azért megoldja a posztot. Nem arról van szó, hogy ha ő fent van kettesben, akkor elrohangálnak mellette folyamatosan. Abszolút így van egyébként, ugye hát meg én sosem tudom kimondani a nevét azért, szóval az orosz jobbák kicsi jobb átlőnek, egyébként anticipációs képességei vannak, vagy van egészen elképesztő, és ugye ő, igen, tehát ez sok mindenki, ugye a magyar képzés egyébként is, ugye általában ez a elavult szerintem, legyen minél nagyobb, legyen 2 méter, az szinte lényegtelen, hogy nem tud kézlabdázni, de nagy legyen, és ez szerintem ez már bőven nem az a világ, ahol ezt kéne díjazni. Ugye Kluivert Katrin egyébként nem tudom, tényleg nem tudom, hogy lett jobb átlőve egyébként, mert szerintem egy jó kis jobb szélső lehetne az alkotából ítélve, és egyébként nem is, még ő is nagyon fiatal, azt azért tudni kell, és még ő sem teljesen, hogy mondjam, de nem szabad teljesen lemondani róla, de már múlt is elmondtam, hogy tényleg szegény Kovács Annát bántottuk, hogy a válogatottban folyamatosan rosszul szerepel, akkor ugyanez a kérdés felvetődött, hogy akkor Kluivert Katrin miért van ott. Mondja a különbség, hogy természetesen fiatalabb, igazából őnál is azt érzem, hogy azért vannak, ahogy András mondta, az ész nélküli lövések, mert hogy egyszerűen nincs meg az alapvető taktika, amiben ő egy olyan szerepet kapna, amikor akkor lőhetne mondjuk, amikor tényleg előkészítenek neki. Ugye egyezni egész jól tud, de ugye ott kell, hogy ahogy Erek Gábor is ma mondta, hogy mozgásban legyen, hiszen azért mivel a testtömegében ugye nem olyan nagy, vagy nem olyan jelentős, azért a keményebb védők megállítják, ezért kell mozgásban lenni mindenféleképpen, dinamikában, de nincs meg az a, tehát nyilván nem őre épül ez a válogatott, igazából nem tudom kire épül, de nincs a játékos, akire épül, legalábbis így látom, és nincs az, hogy olyan jellegű játékelemek lennének, amelyek a végén ő mondjuk felemelkedik és lő, ha ilyen játékelemek lennének, és akkor lőni, akkor azt mondják, hogy na hát ezt el kell lőni, de azt látom én legalábbis, és nem tudom, ki ezen a véleményetek, hogy néha itt teljesen adhok jellegűen, hogy random közbelő, vagy random ellövi, és akkor ugye vagy bemegy, vagy nem, és általában nem megy be, ha bemegy, akkor meg örülünk, de ez azért távol áll a tudatos kézlabdázástól szerintem. Zoli, amellett, hogy nem tudom megcáfolni azt, amit mondtál, legyek már egy védőbeszéd, adjak már el egy védőbeszédet a Katrin mellett. Én még továbbra is azt gondolom, hogy az ő fiatalságából fakadóan ez most egy nem jól sikerült tóna neki, ezt azért leszögezhetjük itt mind a négyen. Mégis azt gondolom, hogy a középtávon is valószínűleg egy markány szerepet fog ebben a válogatottban eltölteni. Kérdés, hogy mondjuk a klub csapatában milyen szinten fognak rá védekező feladatokat osztani, és ebben mennyire tud előrelépni? Én nem tudom, ugye kíváncsi leszek a Planétának a Magyarország debütálása a játékára a Debrecenben. Ott azért az ő egy kap egy ellenfelet, már úgymond. De ugye szerintem igazából nem is érdemes így kihelyezni rá szerintem, mert szerintem sok, úgymond a magyar válogatott
én úgy gondolom, hogy nem sok olyan játékosunk van, aki extra klasszis. Vagy igazából én úgy gondolom, hogy a bíró teljesítményével, vagy a kapusok teljesítményével, ahogy persze mondjuk az oroszok ellen nem voltak olyan jók, de hát ugye de én azzal elégedett vagyok, tehát ugye azt szerintem arra lehet támaszkodni folyamatosan jövőre, tehát a jövőben, ugye esetleg vagy a Galsz és Önkre, vagy úgy... Pont azt akartam, hogy kapus és két cél, szerintem ott két, nagyon jó. Igen, szerintem ott de hogy ugye ha megnézem ezt a svéd válogatottat is, vagy a, ugye azért nekik ebből a svéd csapatból, ugye le lehet sajnálni itt az a svédeket, ahogy említettem, és többször azért végeztek előttünk, de mégis vannak olyan játékosaik, akik tudnak extra klasszis teljesítményt, mert világklasszis teljesítményt tudnak nyújtani, ugye ez a Blom például, vagy nekik volt az a Gouldén. És valahogy ezt a magyar csapatnál nem érzem. És ugye a Planétánál, csak Planétáról beszéltünk, nem tudom, emlékeztek-e, hogy én írtam egy véleményciket még ott az EB után, de annak idején én be is írtam akkor, hogy a Kimmel 2018-ban úgy lettünk, végül is úgy kaptunk kvalifikációs helyet, ugye az olimpiára, hogy ott azt hiszem, hogy hetedikek lettünk, és a németek ellen játszottunk egy meccset, és akkor ugye a Planéta az addig Kim által, és hát ugye a magyar edzők által csak támadásban használható Planéta, Kim betette védekezésbe, hármasba. És ott a Szekeres nagyon-nagyon szépen lehetett olvasni, ugye nekem a kapus, hogy a feleségem kapus, és imádja azt, hogy két ilyen hosszú játékos van, és csak simán takarták az egyik oldalt, a bíró megment a másikra, és akkor ott utána lehetett látni sokszor felvételeken. Tehát ugye a Planétának a védekezésbeli játéka is kíváncsi leszek, hogyha ő egészséges lesz, és be tud-e kerülni a válogatottba, és tud teljesíteni Debrecenbe, az szerintem ez egy jó húzás lenne, ott a jobb átölő poszton, és hogy hát, és akkor mi ugye végül is ebből a védekezés felállással tudtunk kijutni, lettünk hetedikek, és azóta én azt érzem, hogy a bírónál is például, hogy az átlövésekre, a hármasokban való kapus és hármas védőjátékosok együttes védekezése nem igazán megoldott. Tehát ezért tudunk nagyon sokszor átnőni minket. És valahogy tehát ez még nem sikerült megoldani ennek a válogatottnak az utóbbi tornákon, ami akkor 2018-ban jól működött, és visszatérve, hogyha a Planéta jól fog játszani, akkor neki ez egy hátránya lesz, hogy a védekezés miatt ki fog maradni, és ugye a Planéta azért támadni is tud, tehát ott szerintem lenne egy jó lehetősége a Planétának, és ott a válogatottnak is egy jobb átlő poszt jövőben. Igen, egyébként a Planétát én is nagyon várom vissza, mert amit te is említesz, ott a 18-as EB-n, jól emlékszem, hogy ott elit kategóriás számokat hozott védekezésben, tehát szerzett labdák, blokkok. Igen, és ott ugye meg tudtuk lepni az ellenfelet avval, hogy nekünk egy nagyon nagy hármas védőnk van, és azért, ha megnézed, mondjuk a svédeknél is egy erős, masszív hármas védők van, akik nagyon összeállnak, és nagyon jól tudnak védekezni, de szerintem nézd meg, hogy a norvégoknál is van, tehát hogy azért vagy sok válogatott, vagy hát ugye a hollandoknál, ugye, tehát az a fontos, a két-hármas védő jól összezár, jól segíti a kapusokat. Náluk ez most hiányzott szerintem ebbe a válogatottnál. És ugye, de annyival tudtuk kompenzálni, hogy a széleken a bíróban a jól véd. Tehát ezeket vagy az egyes-kettes közötti betöréseket, tehát jól védi az ittszereket. És erre nagyon sokat tudtunk kompenzálni, de ez a játékunkban nagyon hiányzik, hogy egy stabil, jó védekezésen, és utána, hogy megvenne a jó védekezésed, akkor onnan tudnál kontrázni. Mert ugye a svédek is körülbelül ebből ezt csinálták, hogy az oroszokat így futották, hogy stabil, jó védekezésed van a hármasokban, és akkor utána a kapusokat tudnak, bravúrokat tudnak védeni, átlövést, amellett amúgy, hogy a svéd kapusok például nagyon jól indították, szedték össze a labdát, tehát amikor feljöttek, akkor egy pillanat alatt pár másodperceket, vagy nem is másodpercek töredéke alatt tudták indítani a játékosokat. Tehát nekünk szerintem ez a játékunk nagyon hiányzik. Szerintem még ugye ez a úgymond szerencsefaktor is úgy velünk van. Tehát a válogatottnál, hogyha azt nézem, hogy a 2018-as, ugye, amikor megvertük a németeket, nem tudom, emlékeztek el,
hát ott volt valami másfél perc volt hátra, és egyel vezettek a németek, és úgy gyengítettünk ki, hogy dobtunk egy kapufát, amiből a kipattanó labdát, aztán szerintem a szélsőnk összeszedte és bedobta, és úgy lett X, és akkor támadtak még a németek, akkor azt nem használt, azt kivédekeztük, és utána hátra lövésével sikerült bent lennünk. Na most az akkor nagy jelentősége volt, mert most utána volt a japán VB-n, a 7.-8. helyért játszott a svéd-német csapat, ott végül is a svédeknek már volt egy biztos kvalifikációs helyük, és megverték a németeket valami 10-zel, de ha kikapnak a németektől a svédek, akkor mi nem kvalifikálunk, mert a németek lett volna az a hely a VB-n. És így szerintem sokat közelhetünk a svédeknek, mondhatnám, hogy ott is, ők akkor ott komolyan vették a meccset, és simán nyertek, és hetedikek lettek a VB-n. A 2019-es japán végén is. És emiatt tudtunk mi a 2018-es EB helyünket kihasználva tudtunk kvalifikálni. Úgyhogy azért ez kicsit a szerencsefaktor velünk van. Hát igen, ez az is lehet egyébként, mert hát ugye utóbbi öt, nem tudom hány éve egy darab kimagasló eredmény volt, ugye, idézőjelben az a hetedik helyünk, ugye, amit ugye... Igen. Amit ugye Rasmussennek köszönhetünk, aki ugye tulajdonképpen két válogatottal kijutott az olimpiára, mondhatjuk így, vagy két válogatottnak a kijutásában segített, és ugye ő maga meg szegény nincs ott, ami egy másik kérdés egyébként. Jó, hogy felhoztatok a Planéta, én nagyon drukkolott neki, amikor ugye úgymond bemutatkozott, meg ennek akkor rengeteg kritikát kapott, tényleg szétszették a szurkolók, meg a legrosszabbakat mondtak róla, és ugye aztán nagyon-nagyon szépen fejlődött, és a franciaországi kaland is jót tett neki, nyilván sérülés most azért hátráltatta, de én nagyon drukkolok neki Debrecenben is, és ha ott megfelelő mennyiségű játékidőt kap, amiben biztos vagyok, akkor valóban lehet egy olyan klasszikus jobb átlévő a magyar válogatottnak, aki egyébként még védekezni is tud, és hát igazából a másik része a fontos, mert úgy, ahogy most jobbát tudod, támadunk, úgy szerintem nem tud, szinte túlzás nélkül az összes balkezes magyar NBA-s játékos tud, szerintem, védekezni viszont nem, és azért ez nagyon fontos, mert ha most belegondoltak, most ezen gondolkodtam, hogy itt beszélgettünk a védekezés specialistákról, meg jó védekezésekről, hogy ki az, aki jól védekezik, szerintem Tomori Zsuzsit lehet mondani, aki azt mondom, hogy nagyon kimagasló, de más nem nagyon, tehát igazából nincs védekező játékosunk szerintem, vagy olyan igazán jó védekező játékosunk. Igen, de igazán nem fontos szerintem az, hogy pontosan jó védekező játékos, legyen jó, de jó támadjon is, mert igazából ebbe lehet így lehet sokáig eljutni. Én úgy gondolom, hogy nem kell támadó vagy védekező, legyen egy Aaron, egy mind a kettő kétoldali játékosod, és akkor legfeljebb, ha van 5 vagy 6 ilyen, akkor tudsz cserélni. És akkor tudsz pihentetni. De az, hogy most arra kihegyezni, hogy most csak, mert arra kell, úgy kell felállítani a taktikát, vagy úgy kell játszanod egy tornán, hogy tudnod kell, hogy viszont van egy-két olyan játékos, aki nem tud védekezni, és viszont aznak is játék lehetőséget kell biztosítani, és ezt az ellenfelek kivideózzák, kinézik, tudják, és akkor ez neked azért ez nagy hátrány. Abszolút, igen. Így értünk, igen. Ezért szokták, azért fontos, hogy ugye csapatszinten alakítsuk ki a védekezést, mert ugye egy-két védekező játékos van, aki kimagaslik, az se jó egyébként nyilvánvalóan. Hát, azért nem értem én sohasem, hogy mi megyek, hogy jaj, hát így nem úgy. Nem, vannak jó játékosok, amelyekből csapatot kell építeni, amelyek az alapja a védekezés. Ez az első cél, és ezt az első pár meccset nem láttuk. És hát ugye a szerencsétlenségünk, hogy egyébként ha belegondoltok, mennyire verhető lett volna, mint a francia válogatott, illetve ugye mennyire kötelező győzelem lehetett volna a brazil ellen, és akkor most nem a norvégokkal játszunk, és akkor azt kéne azon gondolkodhatnánk, hogy lehet, hogy az elődöntőbe találná magunkat, és ez nem is lenne még annak ellenére irreális, hogy mennyit, vagy hát úgymond látszólag mennyit kritizáljuk a válogatottat, illetve a döntéseket. Ez abszolút benne lehetett volna szerintem, mert most a norvégok ellen hát lehet reménykedni, de azért szerintem a maximum... Hát igen. El fogunk kérni azon, szerintem is, amit beszélgetünk, 4-5 gólos vereség, ami rendben lesz. A norvégok szerintem annyit fognak kiadni magukban, amennyi kell. Mi pedig ugye az ilyen skandináv csapatok ellen most a svédek nem, de általában az ilyen jellemző a kisítőség. Ugye most ez a felkészülés meccsen egy 10-es raktak közé. Szerintem ez a norvég válogatott annyival nyer, amennyire akar sajnos. A világ legtöbb válogatottja ellen,
szerintem, de ellenünk meg aztán főképp, mert ott mindig valahogy előjön ez a magyar kisítőség, vagy a mi kisítőségünk, hogy ott aztán esélytelenek vagyunk pedig. Hát mondom, nem kellett volna velük játszani a negyed döntőbe, ezt kellett volna vagy elkerülni. Annak ellenére természetesen, hogy a továbbításnak is nagyon örülünk, de ha kicsit belegondolunk, és az esélyeket latolgatjuk, azért látni kellett volna, hogy bizony itt egyel előrébb simán végezhettünk volna, és akkor már teljesen más a leányzó fekvése. Hát igen, mert én is azt gondolom, hogy ez jó, hogy ott vagyunk, meg játszunk még egy meccset, meg a norvégokkal, de hogy hát ebben sokkal több volt, hogy szerintem a franciákat, én nem tudom, én ritkán láttam a franciákat, hogy ilyen rosszul játszottak volna, és nem tudtuk megverni őket. Tehát, hogy nem tudom, a Lacambre vezette a labdát, és elkiette a kezéből, meg ilyenek, tehát, hogy olyan technikai hibákat csináltak, hogy dobálták el, és nem tudtuk megverni őket. Szerintem nekünk valahol készen kellett volna állni a franciákra. Lehet, hogy nem hittük el, hogy meg tudjuk őket verni, nem tudom, mi volt ott a probléma, de azt mondom, most egyet kaptunk ki, ugye sokkal több volt köztük. Tehát, egy hónapok óta azt mondjuk, ugye, hogy köztudottan a franciák azok valamilyen egészen... Ráadásul a franciáknak azt hiszem két kulcsjátékos is tért, szarszakadás meg ilyenek. Tehát ők nem is voltak ott. Tehát, hogy mi tudtunk menni azért egy úgymond komplett csapattal, jó, mert voltak ilyen sérülés, meg úgymond, de mégis ott voltak a játékosok. Tehát, hogy szóval én azért mondom, kicsit nem az, hogy csalódott, mert hát nyilván örül az ember, de én nekem ilyen ezt rá is mondtam, én 2000 óta, tehát hogy nekünk volt egy jó, nagyon jó válogatottunk 2000-es években, és én mindig folyamatosan azt várom, hogy négybe legyünk, mert ha összehasonlítom a német, holland, meg akik megelőztek minket az utóbbi évek, akik igazából le is hagytak minket, mert világbajnokok lettek, meg címeket nyertek, meg sztárjátékosokat neveltek, akkor viszont azt látom, hogy a milyen háttérre dolgoznak, vagy milyen bajnokságban játszanak, akkor én azt nem hiszem el, hogy nekünk fontos az, hogy a világ legerősebb játékbajnoksága legyünk, fontos az, hogy mondjuk utánpótlásba fizetett edzőink legyenek, full profi akadémiákkal, egyszerűen nincs rá igény, mert meg lehet ezt csinálni simán. Világbajnok lehet anélkül is, hogyha van néhány jó edző a női kézilabdában. Abszolút egyetértek. Ez már, igen, ez most megint egy más kérdés, ugye, hogy... Más kérdés, igen. Kell ennek a milliárdok, ugye, meg az akadémiák, meg ezek, meg a NECA, meg ezek. Én egyértelműen a nem felé halok. Örülök, hogy van pénz, pedig a fegyver, csak ugye felnőtt válogatottnál ebből semmit nem látunk, mert most... helyeket láttunk 16-at. Igen, és ugye amiről beszélgettünk, és ezt ugye most akkor én fogom kimondani, a legrosszabb ebben az egészben most, hogy ugye az, hogy tovább jutottunk, az lesz mindenre az aduász. Tehát, hogy ott elértük a kötelező célkitűzést, és innentől kezdve minden van felejtve. Tehát az EB-t, azt a katasztrofális EB-t elfelejtettük, mert kijutottunk az olimpiára. Azt az olimpia óta ugye nem volt olyan meccs, most itt vagyunk az olimpián, most tovább jutottunk, most minden egyes döntés, minden egyes hibás, minden egyes MKS ugye álmokfutás, az most legális, mert hát tovább jutottunk, és hát csak ez számít, és ez aggodalmas, mert szerintem ez közép, és rövid távon sem szerencsés, ugye, és még mindig ott tartunk, hogy nem tudjuk, ki lesz a szövetségkapitány, még mindig ott tartunk, hogy érdekesek a válogatási elvek, még mindig ott tartunk, hogy jó lenne egy főállású kapitány, de mindenre az lesz a válasz, hogy hát de mit akartak, hát tovább jutottunk, teljesen jól csináltak a dolgunkat. Nem csinálták el a dolgokat, de tovább jutottak lányok. Ez egy óriási nagy különbség, és hát tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan lesz tovább, mert ugye most már lehet kommunikálni, hogy hát elértük a célkitűzést, mit akarunk, mi mit kritizálunk, holott pedig rengeteg kritizálni való sajnos, mert rengeteg helyen kilóg a lóláb, és ez számomra abszolút aggodalommal teli. Igen, egyébként abszolút igazad van, rá is akartam térni erre, hogy itt a meccsnek mi az utóélete már most egyébként. Ugye hát indítunk rögtön egy olyannal, hogy az MD Sport stúdiójában például elhangzott, hogy mi van, ha ezek után olimpiai döntőt játszunk, tehát hogy körülbelül ez most a hangulat. Itt, és hát jönnek a kommentek, hogy aki eddig kritizált, az elmehet, és akkor hazaárulók, meg nem tudom, szóval azért szerintem azért érdemes reálisan szemlélni az eseményeket, ugye az nagyon jó dolog, és egyébként azt el kell ismerni, hogy a lányok egy mélypontról azért fel tudtak állni, ugye
meg tudták venni a spanyolokat, meg tudták venni a svédeket. Biztos vagyok benne, hogy abban igaza van Ele Gábornak, ugye, amit a meccs után nyilatkozott, hogy lett volna olyan csapat, és itt is benne volt a pakliban, hogy innen egy teljes összeomlás jön, és ötvereséggel jövünk haza. És ugye, hogy nem ez lett, ezt mindenképpen el kell ismerni, hogy ez egy teljesítmény. Ettől függetlenül viszont az olimpián bent lenni a legjobb 8 csapat között, olyan körülmények közötti kijutásra, amiről ti is beszéltetek, tehát szerintem ez azért nem legitimál mindent, és nem veszi az élét azoknak a kritikáknak, amiket eddig megfogalmaztunk, mi is, meg sokan mások is. Igen, hát bocsánat, csak annyit akarok ezzel hozzátenni, hogy ha reálisan nézzük, akkor azért 6 meccsből lesz 2 győzelmünk. Ugye? Szóval az sem világklasszikus tény. Ez azért, értem, hogy ott vagyunk, de azért a csoportból nagyjából mindenki tovább jutott, most kis túlzásra, érted? Ugye, és beszéltük is, hogy itt ez egy olyan csoport, hogy lehetünk 6-ak is, meg lehetünk 2-ak is, mondjuk. Most mi 4-ek lettünk. Igen, szóval, na, bocsánat, Andris, mondjad. Mert a svédeknek a célkütés is aztán a 3. hely volt, tehát hogy ők örültek volna a 3. helyre, és simán, már egy fordulóval előtte már simán elsőt lettek. Szóval olyan, tehát hogy én az kicsit várom a magyar, nem tudom, szakmától, hogy körben rábillegítsen azt, hogy jó, hogy van nekünk ilyen erős bajnokságunk, vagy ahogy mondják, de hogy ezek a lányoknak, én azt várnám, hogy kicsit külföldön is körbe tekintenének, külföldi lehetőségek után, hogy már pedig lehet játszani külföldön is, és lehet belőle jó játékos, csak hogy egy sokkal több olyan jó játékos legyen, akire külföldi klubok is kíváncsiak, vagy kint játszanának, mert kicsit többet, azt mondom, hogy kicsit lehet, hogy klasszisabbak lennének, világklasszisabbak, hogy minden nap kicsit nagyobb kívánság elég néznének, és én ezt várom egy kicsit, hogy de ahogy most nézem ezt a játékunkat is, minden nem tudok olyan játékos mondani, aki azt mondanám, hogy figyelj, top külföldi csapatokba kéne játszon. A bírón kívül szél például. Tehát, hogy ja, de hát persze otthon jó dolguk van, tehát ezt abszolút aláírom, hogy csak vagy várom azt, hogy nekem a 8. helyel én nem vagyok elégedett, hogyha kikapunk a norvégoktól. Persze nyilván eléged, tudom, hogy milyenek a norvégok, mert látom, meg ismerem őket, meg tudom, hogy hogy szoktunk játszani, de én mindig a érmet várok egy női kézilabda válogatottól a világversenyeken. És hogyha ez nem sikerül, akkor úgy, mint csalódott vagyok, mert ezt, ami van mögöttünk, háttér szerintem ez feljósít arra, hogy mi mindig éremet távozunk. Most, ha megnézem a svédeket, tényleg a dán alsó osztályú csapatokban játszottak azok a játékosok, akikkel mi ellen most itt felkedvegyük a versenyt. Néhány volt, aki a Viborgban, vagy a Jamina Roberts, és sem gondoltuk volna, hogy ilyen jó játékosunk a Magyarország játszott. Szóval, de én várnék egy kis szélesebb elemzést a szakmától. Nem azt várnám, hogy adjatok nekünk időt, mert vannak ilyen meg olyan olimpiai, vagy ilyen bajnokaink az IFI-ben vagy juniorban. Eddig is voltak, nem is kellett ebben annyit. Szerintem a svédeknél a bal szélső az nem volt válogatott. Utánpótlás válogatott, aki volt. És nem tudom, 18 gólnál vagy 20 gólnál járt, 16 gólnál járt 4 meccs után. És nem szükséges, ahogy megnyerjed. A hollandok sem nyertek még mindent utánpótlás szinten, vagy a norvégok sem, és mégis tőlük reszketünk. Tehát, hogy most én ezt... Nem akarom elvinni a témát a mai meccsre, de ez nekem egy kicsit zavaró. Mondja Tibi! De én nem hallom a Tibit. Én sem. Tibi, nem hallunk! Akkor addig mondom én. Érdekes, hogy érmeket vársz. Én nem várok érmeket egyébként a magyar válogatottól, viszont fejlődést várok. Tehát az, hogy tényleg van minden Magyarországon, minden adva van, az szerintem arra legalább annyit láthatnánk, én legalábbis így gondolom, hogy fejlődjünk. De ugye, mivel folyamatosan 10. hely fölött vagyunk, én nem látom azt, hogy modern kézlabdát játszánk. Tehát én nem látom azt, hogy csinálnánk a
vagy követnénk a világ trendjét például, hogy most az én egyik veszőparipám a hihetetlen játék, amelyet nagyjából a magyar edzők teljesen ignorálnak például, és a skandinávok ugye már akkor játszottak a hihetetlen játékot, amikor még nem is volt hihetetlen játék, mert hogy a kapus le kellett vinni, és megkülönböztetőbe kellett felvenni, és már akkor játszották. Emlékszem, ugye a Németh András híres szlogennyire, hogy... Igen, szórakoznak itt a hihetetlennel, igen. Hogy szórakoznak hihetetlen, na most ők úgy szórakoznak, hogy mi azóta se szórakozunk így, ami ijesztő szerintem. Szóval én nem várnék érmeket, de azt várnám, hogy ez a válogatott védekezésben, támadásban, lerolnásban, visszarendeződésben mindenben fejlődjön. Tehát, hogy látsam azt, hogy A-ból itt tartunk, és a következő világversenyre itt fogunk tartani, és az azt következő világversenyre amit fogunk tartani, mert pontos ez a lényege, hogy ugye ez még mindig egy elég fiatal csapat, ugye egy-két idősebbtől eltekintve, hogy így fogalmazok, nők tekintet nem szoktuk mondani, szóval tapasztaltabb játékosok, de egy nagyon fiatal csapat, és itt nagyon szeretném azt látni, nekem én már ezzel is elégedett lennék, azt láttam, hogy itt tartunk A-ban, aztán megyünk B-be, itt meg itt fejlődünk, aztán megyünk tovább, és akkor látod a végén, hogy na, ez egy olyan válogatott, olyan munka folyik mögötte, amely egyébként teljesen elvárható, főleg ugye az anyagiak és az infrastruktúra, meg minden fényében, hiszen német, és nőknél nem is tudom, most hirtelen van-e egy-két játékos van Németországban, de egyébként ugye mindenki otthon játszik. Ugye a fiúknál elindult ez a folyamat, annak tökre örülök, hogy azért, és most tényleg a Máté Dominik egy abszolút klasszis, ugye, hogy a PSG-be fog játszani, de azért itt vannak olyan játékosok, akik kipróbálják magukat külföldön, és én is azt gondolom, hogy ez egyfajta, nem is tudom, mint egy katonasság olyan lenne. Ugye Lakatos Vita is volt Norvégiában, aztán nem is tudom, egy év után hazajött például, ha jól emlékszem. Igen. Én, tehát amit te is mondod, hogy A-ból B-be fejlődjünk, én itt érzek egy fejlődési lehetőséget, hogy akkor tudsz fejlődni A-ból B-be, hogyha kipróbálod a külföldön. Mert ezek a sémák mennek. Most én például, amikor játszottam a spanyolok ellen, úgy éreztem ezt a válogatottat, mint a Fradit, amikor jött az Eisbergbe játszani a BL meccsen. Emlékeztek, amikor mondták, hogy jó, mennyi játékost otthon kellett hagyni, vírus, meg így, meg úgy, és megverték az Eisberget. Igen. Egyszerűen tudod, nem volt teher rajtuk, leesett, mit tudom én, ha sok sérültünk van, néha, tudod, a kevesebb, néha több, elven ott volt, és meg tudták venni az Eszberget. Mondjuk azoknak is volt problémájuk rendesen, de hogy nekem az jutott eszembe akkor abban arra a meccsről, hogy ott a kicsit teher nélkül, mindegy, akkor most akkor ám, esetleg most a két sérültünk, le is mondhatjuk, hogy hát oké, akkor azt most rájuk nem beérjük a bajt, de hát, hogy hazamentek, három játékos is megsérült, mit tudom én. Szóval, és most itt van egy válogatott, aki amit tud teljesíteni, de hogyha lenne külföldről mondjuk pár játékosunk, akik be lehetne válogatni, akkor szerintem meg tudnák lépni azt, hogy ezt, amit te is említetsz, hogy A-ból B-ből oda kerüljünk. Na most, hogy jó már a mikrofonom, minden körül, hogy hall. Még az előző mondatokhoz hozzáfűzve elhangzott itt egy nagyon jó, hogy mit várunk itt a torna után. Én azt várnám, és ez nagyon jó felvetés volt, hogy egy valós szakmai értékelést kapjon a közvélemény. Tehát rugaszkodjunk el attól, hogy vagy minden rossz és minden jó. Kapjuk meg azt valósan, hogy ez a magyar válogatott hova való, mi az értéke, és mire képes. Ez fontos lenne, és ne kendőzzük el az eredmény elérésével, tehát célkitűzés elérése ne okozza azt, hogy nem látunk tisztán, hogy mi a jövőkép. Ez az egyik. Másik elhangzott itt a debreceni igazolás, a Simonetta. Én azt gondolom, hogy egy jó Debrecen nagyon jót fog tenni ennek a magyar válogatottnak középtávon is. Ugyanis, hogyha nézitek, egy nagyon jó gerinc alakulott ki, akire a későbbiekbe majd a magyar válogatott bőven tud számolni. Igen. Abszolút, hát egyébként még visszatérve, amit mondtál, Tibi, ez teljesen jó, mert ugye itt tényleg nagyon szélsőséges vélemények alakulnak is. Sokan azt mondják, hogy nem véletlen az, hogy ez a magyar válogatott mindig 10-valahanyadik, és hogy ez a realitás. Én egyébként ebben nem hiszek amúgy, de valami miatt mégis az van, hogy ez a válogatott, ugye most már a harmadik, vagy nem tudom, a negyedik szövetségkapitánnyal mindig mondjuk így, hogy a vártnál rosszabbul szerepel.
Ugyanakkor én nem gondolom azt, hogy ez a válogatott, ha megnézzük, ki hol játszik, és ki milyen szinten játszik, és ki hány gólt lő, mondjuk az NBA-ben, vagy a bajnokligában, akkor nem hiszem, hogy ez egy olyan válogatott lenne, amelynek meg kellene elégedni a 10 nem tudom, hanyadik helyekkel, én is így gondolom, mint az András egyébként, hogy azért legalább egy-egy kiugró eredmény lehetne, ami nem egy hetedik hely, hanem mondjuk tényleg egy elődöntő. Hát nem, vagy... Igen. Jó, miért nem úgy vagyunk, mint a svédek? Hát hogyha azt veszed, hogy a svédek posztonként megnézem minden egyes játékost, a magyar és a svédet összehasonlítom, szerintem csak egy poszton jobbak a svédek, a többivel szerintem simán felveszik a versenyt. Valószínű csapatként egy jobb struktúrában tudnak játszani. Ez nyilván egy szakvezetési kérdés már, anélkül, hogy én most kiborítanám a Bilit meg mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ha sok jó játékosod van, ha minden poszton jobb vagy, mi nem biztos, hogy a meccset meg fogod nyerni. Így van, hát ugye jó játékos, hogy van. Látszik is most a két sérült megsérült a két játékosunk, és kapott egy más fiatal lehetőséget, és nem sok variáció lehetőséged van, de ez pont elég. Például csak vegyük a példát, szerintem egy mérkőzés lefolyásában sokkal fontosabb az, hogy hogyan védekezel, és jó vagy a védekezésben. Én szerintem a 12 olimpiai csapat közül, ha az első három meccset nézed, katasztrófa az a gólszám, amit mi kaptunk, és gyakorlatilag, mintha egy védekezési struktúra nem lett volna összerakva. De ahelyett most én azt gondolom, hogy az utolsó két meccsen már láttam, én Zolival ellentétben én láttam pozitív változásokat, attól függetlenül én azt gondolom, hogy középtávon, ha ebben a játékelemben jobbak leszünk, valószínűleg tudunk előrébb lépni. De jelen pillanatban ebben a 12-ben bejutni is bravúr volt, emlékezzünk vissza. Gyakorlatilag tényleg egy 3 évvel ezelőtti selejtezős kvalifikáció okozta azt, hogy mi itt vagyunk. Itt van nekünk, vagy a helyünk? Igen. És vagy őt, vagy meccsnek a jó alakulása kellett ahhoz, hogy mi most itt vagyunk. Itt van valóban a helyünk, vagy inkább ez egy erőnfelüli teljesítés. Ezen kell még túllépni, hogy azt mondjuk, hogy mindig érmet várunk, valóban legyenek mindig markáns célkitűzések, anélkül nem lesz eredmény. Ha csak tinglit angizunk, meg csak beleöntjük a pénzt, abból nem lesz. Legyenek elvárások. Ez pipa. De azok legyenek reálisak. Egyébként az a durva, hogy ugye olvasokat ilyen nézzük, gondolom, ti is néztek az olimpiát, mindenféle olyan sportágban, ami fogalmatok sincs, mint nekem, gondolom én. Ez a többek között, és ugye volt például, tehát látunk olyan eredményeket, amelyek azt mondjuk, hogy hát tényleg a részvétel a fontos, és akkor azt aláírjuk. Itt van Kozák Luca esete, aki ugye a hetedik gáton elsütött a célig, de mégis ugye megtapsoljuk, mert hogy magyar, és akkor ott a részvétel a fontos, viszont itt vagyunk a magyar válogatottnál, ahol ott vagyunk, részt is veszünk, és akkor mégis elégedetlenek vagyunk, szóval nehéz egyébként ilyen szempontban, mert azt, hogy itt vagyunk az olimpián, ez egy csoda, ugye sokan nem tippeltünk volna úgymond az EB után, hiszen tudtuk, hogy az oroszok jók, a szerbek ugye a mentalitás, és akkor még úgy volt, hogy jön egy sötétló Kína, ha jól emlékszem, aztán ugye őket leváltották, vagy nem tudom mi volt, szóval ott is úgy izgultunk, hogy úristen, hát ez a kijutás, ez nagyon nehéz lesz, és hogy meg sem lesz megittem, és ugye kijutottunk, ott a lányok tényleg csodálatosak voltak, elképesztő formában voltak, és aztán most itt vagyunk, ugye lehet, hogy tényleg a velünk van úgymond a baj, vagy nem tudom, hogy itt nem tudunk helyén kezelni a dolgokat, de én is de attól függetlenül úgy gondolom, hogy ez a magyar válogatott rengeteg jó játékosból áll, és ebből lehetne egy sokkal jobb csapatot összeállítani, amely védekezik is, és nem követel 15 technikai hibát meccsenként, mert ez sajnos így van, és ez csak is fejben dőle szerintem, és csak is a gyakorlás, soha lehet ezzel javítani, és most ugye csak játszunk a norvégokkal, ahol valószínűleg kikapunk, és akkor mennyit az lesz, hogy 6 meccsen 2 győzelem, és mehetünk haza, holott nem biztos, hogy ennek így kellett lennie, de egyébként örülünk, hogy ott vagyunk, szóval ez a kedves érzés van bennem, hogy persze, hogy jó, hogy ott vagyunk, de basszus, ha már ott vagyunk, akkor akár jobban is szerepelhetnénk, mert egyébként ez a csapat talán többre hivatott, és akkor megint visszajönjünk oda, hogy már hónapok óta beszélgetünk a válogatási elvekről, meg ugye a főállású kapitányokról, de ez most majd előbb, szerintem az olimpia után még úgyis összeülünk és beszélgetünk, hogy ki hogy látná ezt jónak. Egyre most örülünk a norvég meccsnek, gondolom mindenki, ugye, hogy tovább jutottunk, de azt is látni kell sajnos, hogy ezt a továbbjutást is rengeteg mindennek össze kellett jönnie, hogy ott legyünk. Ugyanakkor természetesen azt sem szabad elvenni a lányoktól, hogy ehhez meg kell fenni a svédeket, még olyan összeállításban is voltak amilyenben, de megverték a svédeket, és jobbak voltak, és ott vagyunk, és ennek is örülni kell egyébként. Szóval ilyen kettős érzés van bennem.
Igen, meg szerintem egy picit az is közre játszik, hogy, hogy azért azt gondolom, hogy sokaknál nem feltétlenül az eredmény sor az, ami kicsit átverte a lécet, vagy hát így kiütött a biztosítékot, mert mondjuk a francia meg az orosz vereség az gyakorlatilag kalkulálható volt. Itt egyrészt a brazilok elleni vereség volt az, ami szerintem sokaknál átütötte az ingert küszöböt, másrészt meg főleg a brazil és orosz meccsen mutatott játék, tehát az a teljes kilátástalanság, tehát ez a 38 és 33 kapott gól, rengeteg hiba támadásban, tehát ott tényleg, ott jogosan lehetett azt mondani, hogy mintha nekünk ezen az olimpián helyünk sem lenne, mert hogy lefelé lógunk ki gyakorlatilag a mezőnyből. Igen, igen. Hát hogyha nézd, figyelj, most ugye beszélgettünk arra az utóbbi két VB, meg két EB, ami volt, hát ugye csak egyszer előztük meg a németeket is, és a dánokat is, nem csak a svédeket. Tehát, hogy összességben nézed, a dán, vagy a svéd, meg a német csapatok az utóbbi három vagy négy világversenyen háromszor előttünk végeztek. Volt, hogy jóval előttük végeztek. És nincsenek kint. És nincsenek kint. Tehát érted, hogy hol vesszük magunkat. Tehát, hogy a jó, persze nyilván németek vagy a dánok is örültek volna, sőt azt hiszem a németek játékosok húzzák a Fradit is, tehát hogy én szerintem nyilván örülni kell, mert ugye ők sincsenek kint, és nyilván ők is boldogok lennének, hogy kint lennének, nekünk is örülni kell, meg ez jó, de ahogy mondtam is, hogy soha nem látott mennyiségű akadémia, ma már 10 nem tudom hány éve, soha nem látott mennyi pénz van benne, soha nem látott mennyi jó körülmények között tudnak készülni, és azt látod, hogy amúgy nem látok világklasszis játékosokat, akik mindig hozzánk egy stabil nívó. A bírón kívül például, mondjuk vagy a kabusokon kívül, szerintem azért a kabusokat én nem úgy akarom venni, hogy csak a bíró vagy, hanem az egész három kapust. És nem látom azt, hogy van egy olyan beállásunk, hogy fölteszi a kezét, és hogyha egy méteres rádiuszban megy a labda, akkor azt összeszedi egy kézzel. Vagy csinál egy jó lábváltást, egy jó testcsellel, és valahogy egy ritmusváltás, és valaki bemegy úgy, mint mondjuk a Nicky Groth, vagy az Estevano, vagy a Roberts, vagy a látom az Oftedal, vagy hogy... Tehát, hogy a több... Tehát, hogy egy klasszist szeretnék látni, vagy ugye nyilván a Norvégnek több is van, de nekem hiányzik a magyar válogatottból, mert akkor, ha lenne klasszisunk, akkor folyamatosan ott lehetnénk a négybe, ami nekem ugye mondtam többször is, hogy ez az elvárásom, mert ez simán ki lehetne hozni. Akkor még itt zárszóként egy-egy tippet kérek a Norvég meccsre. 5. Minusz 5-et tippelek. Hú, nem tudom. Idegenben jó az X. Nagyon gonosz vagy, Martin. Nagyon gonosz vagy, de utána te is mondasz a végén. Jó, persze. Jó. Én félek attól, hogy egy csúnyább dolog lesz, de akkor én is azt mondom, hogy egy két gólos vereség, és akkor, de én azt gondolom, hogy ebben csúnyább vereség is benne van sajnos. Szerintem azért nincs benne a csúnya vereség, mert ő ugye két naponta van a meccs, és nem muszáj rohandjuk, és nem muszáj egy 100%-at adniuk, szerintem legalábbis, ami persze jól is visszasülhet számunkra, ezért gondolom, hogy 5 gól, szerintem az első félidőt megnyomják, és aztán franc tudját, nem lehet tudni, mert ugye most arról volt szó, hogy a svédek, hát tök minden ilyen csapattal vannak, azért a skandináv csapatok nem szokták ezeket a meccseket leadni, de azért... Én emlékszem, sose felejtem, egy olyan, nem is tudom, EB vagy VB meccs volt fociban, ahol a dánoknak és a svédeknek azt hiszem, csak kettő kellett, és milyen furcsa a meccs. Kiejtették az olaszokat. Igen, szóval ilyen is volt, úgyhogy én azért nem gondolom azt, hogy nagyon nagyon vernek minket. Picit sincs arra esély, hogy esetleg mit gondoltok? Most felszabadult minden teher. Talán játszhatunk egy jót, amiben benne van akármi is. Egyébként szerintem játszhatunk egy jót, csak az a baj, hogy a norvégok ellen olyan komplexusaink vannak, hogy szerintem ez nem fog tudni átmenni. Annyira nem jött ki a lépés ellenük az elmúlt 10 évben, szerintem legalább. Nagyon sok csúnya meccsünk volt, 10 gól fölött is volt. Nem is hát emlékszem, mikor ugye Kebbel, ugye szegény Kebbel bejutottunk a legjobb négy közé, és akkor ott játszottunk az elődöntőben a norvégokkal, és még azon az elvén is megvertek minket valami 10-12 góllal, amikor egyébként bronzérmesek lettünk, tehát hogy meg volt. Azt hiszem egyszer tudtuk őket megverni, azt hiszem a német adás idejében volt egyszer egy olyan meccsünk, nem, hogy a norvégokkal játszottunk egy csoportmeccset, ami ugyanolyan volt, mint a svédek ellen, hogy nekik már nem volt szükség rá, és meg tudtuk verni őket. És ott ugye azt hiszem hazai pályán voltunk, és nekünk meg nagyon kellett, hogy legalább... És nekünk nagyon kellett, igen.
Akkor úgy fogalmazok egyébként, nekem van egy elméletem, ezt még nem sok embernek mondtam, meg nem is bizonyított, hogy ugye minden csapatnak van egy bizonyos maximum pontja, és van egy minimum pontja, amit tud. És ugye ezek között ingadozik. És én úgy gondolom egyébként, ha a Norvi válogatott rossz napot fog ki, és mi a legjobb napot fogjuk ki, akkor ez a meccses pont ez meg lehet, és akkor és akár le is győzhetjük a Norvégot. Én ezt így gondolom, hogy nem lehetetlen, de nagyjából lehetetlen. De hát vannak olyanok. Hát ki gondolta volna, érted annak, hogy a görög tendencia nyernek, ja, vagy hogy a Montpellier annó bajnokligát nyer, vagy nem tudom. Szóval itt vannak olyan. Tehát én úgy gondolom, hogy benne lehet, tehát nem tartom kizártnak, mert ha ez a meccspont, ez szerintem létrejöhet, tehát a norvégok rossz napot fognak ki, nem fog a kapusuk, mi pedig tényleg csúcsformában felszabadultan játszunk, úgyhogy elfelejtjük valahogy, nem tudom, esküszöm neked, ha norvégokra ráadnánk egy, nem tudom, Bulgária meszt, akkor lehet, hogy esélyesebbek lennénk ellenük, mert ugye van ez a fóbia. Szóval én azt gondolom, hogy kikapunk szűken, de a meglepetést sem zárom ki, de nagyon-nagyon mindenek össze kell jönnie. Egyébként én szerintem akkor tudunk nyerni, ha nincs eladott labdánk. Ha 5 eladott labdánál többünk lesz, akkor nem fogunk tudni nyerni. Tehát, hogyha, meg a technika hibánál. Tehát, hogyha akkor tudsz nyerni. De természetesen lehet, hogy benne van, mert női kézilabdáról beszélünk, úgyhogy de ja, nehéz. De egyébként én látom azt a forgatókönyvet, amit Tibi mond, szerintem nem fog megvalósulni, de miért ne lehetne az, hogy azt mondja a szakmai stáb, hogy lányok, ez életetek lehetősége. Itt vagytok egy olimpián, ami a magyar női kézilabdában ugye nem mindennapos, mert ugye legutóbb 13 éve jutottak ki a lányok, tehát könnyen lehet, hogy még a fiatal játékosoknak is egy maximum 2 olimpiája van, ugye ezt nem lehet tudni így a jövőbe tekintve, és itt van életetek lehetősége, a norvégokat kell ahhoz legyőzni, hogy éremért játszhassunk. Teher nincs, mert itt azért már tényleg senki nem vár el győzelmet. Menjünk nekik. Tehát, hogy én ezt el tudom képzelni, hogy ilyen hozzáállással küldik fel a lányokat a pályára. Én szerintem csak így lehet, de csak ez csak egyet. Lehet. Pont ezt akartam, de csak így van. Erre rágörcsölni teljesen felesleges. Igazából még azt mondom, hogy edzel is felesleges. Hát én pihentetném a játékosokat, hogy gyerekek, menjetek föl, és adjatok ki magatokból mindent. Akármi lesz, mi már győztünk. Én legalábbis ezt így gondolom. Főleg cél teljesítve a célkütűzés tovább. Azt akartam mondani, hogy az első 3 meccs után most már azért tényleg az, hogy itt már ők csak győzhetnek, és hát gyerünk gyerekek, 100%, miért nem mehetne be az összes 7-es egyszer, miért nem védhetne Bíró Bankra még jobban, miért nem védhetne a norvég kapus rosszabbul. Foghatnak ki ők is rosszabbul, hogy ők is emberek, azért láthattuk, ugye, ki gondolta volna, hogy annól a franciák például őket legyőzik, vagy amikor Igen, meg egyébként érdekes ez, amit mondasz, hogy ők is emberek, mert azért mindig úgy indulunk neki egy világversenynek, hogy hát a norvégok mindenkit agyonvernek, minimum 10 góllal, aztán azért sokszor nem érnek végig. Tehát jó, most az EB-t megnyertik, de előtt azért ugye több világversenyen kikaptak, tehát hogy azért meg lehet őket fogni mindent. De azért a norvégoknál van egy-két olyan játékos, nem tudom, hogy a Mörk az nyert olimpiát, van egy-két olyan játékos, aki még nem nyert olimpiát, és amúgy vannak címei, de valahogy ez jó kérdés. Talán nekem sincs meg az, hogy talán mindig hiányzott talán, nem? Vagy megsérült, vagy kimaradt az olimpiára, vagy valami ilyesmi volt, nem? Vagy volt, tehát, hogy... Nem tudom, megmondom őszintén, majd azért kapni fogunk, hogy ezt nem tudjuk fejből, de... Nem tudom, lehet, hogy nem akarok magadózni, tudnom kéne, de szerintem mint úgy rémlik, mint hogyha ő nem nyert volna. És hát ugye 16-ban lehetett volna esélye, és ott ugye nem nyertek. Nem igen, tudom, hogy keretben volt-e 16-ban, őszintén nekem sincs meg fejben, de ugye ott nem nyert van arra, 12-ben. Volt egy olyan szakasz, hogy nagyon sokat is érült volt a térdével, és ugye sok minden megnyert, de sok játékosnak hiányzik ez még talán. Azt hiszem a Solberg, a kapusnak is, nem? Ő se volt a keretben, amikor nem, a Gündő meg Lundéval. Tehát, hogy vannak egy-két olyan játékosok, akiknek amúgy hiányzik ez az olimpiai bronzérmes, megnéztem most, bronzére van csak olimpián. Tehát akkor 16-ban keretben 16-ban volt, de és gólkirálynő is volt akkor. Ja, oké, akkor lehet, hogy másik. Hát nem, de olimpián nincs, az biztos. A magyar Wikipédia szerint, de most inkább így mondom. Igen. De akkor zárszónak én is mondok egy tippet, szerintem 30-27 a norvégoknak, tehát én bemerem vállalni a számszerű végeredményt is. Úgyhogy várjuk a meccset. Ha minden igaz, ugye nincs még fix program, de ha az olimpia előtt én nézegettem az időbeosztást, és mintha ez egy hajnali kaland lenne, tehát, hogy szerintem korán fogunk elni, hogyha meg akarjuk nézni majd élőben a meccset, de erre még várunk, mert nincs még meg a hivatalos menetrend, és itt azért még lehetnek variálások az előzetes időtervhez képest, de
Szerintem majd azt követően is jelentkezünk valamiféle formában, addig is köszönjük a figyelmet, sziasztok! Hajrá magyarok, sziasztok! Hajrá magyarok! Sziasztok!